Szervusztok! Kapitány vagyok a Lidércvény online kulturális magazintól, és egy rövid történelmi érdekességet szeretnék veletek megosztani 12. Károly svéd király életéről. 12. Károly svéd király élt 1682 és 1718 között, uralkodott 1697 és 1718 között, hát egy elég furcsa figura volt. Bár kiváló katona volt, és sokan úgy tekintenek rá, mint a svéd katonai erények megtestesítőjére, mégis jó részt neki köszönhető a korabeli svéd nagyhatalom gyors háttérbeszorulása. Ebben a rövid videóban nem is katonai tetteit szeretném taglalni, hanem ifjú korának néhány érdekes mozzanatára hívnám fel a figyelmet, jelezve ezzel, hogy a fiatalok évszázadokkal ezelőtt sem voltak különbek, mint napjaink, padokat összetörő, falakat értelmetlen krikszkrakszokkal összefirkáló, sörtől, bortól, pálinkától és egyéb alkoholos italoktól magukat erősnek érző ifjancai. Károly 15 évesen került trónra, és újdonsolt királyként vidáman vedette bele magát a vadszórakozások világába. Az utcán lovagolva a járókelők fejéről lekapkodta a kalapokat, az ablakokat pedig pisztollyal lövöldözte ki. A járókelők meg a háztulajdonosok valószínűleg mukkanni sem mertek, mégiscsak a királyról volt szó, de voltak ennél bizarrabb szórakozásai is. Miután jól fölöntött a garatra, birkákat hazatott a palotába, és addig csapkodta a szerencsétlen állatok fejét, míg el nem öntötte a birkavér a termeket. Volt neki kedvenc medvéje is, valószínűleg saját kezével lőfegyverrel nélkül ejtette foglyul a macit. Az említett mézevőt is bevonták a vidám szórakozásba, szegény egyszer úgy lerészegedett, hogy öklendező brummogások közepette kiesett a palota egyik ablakából, s rövidesen el is távozott az élők sorából. Ez már kiverte a biztosítékot a királyi nagyanyónál, aki valószínűleg megsajnálta a pekhes medvét. Az idős hölgy magához hívatta a királyt, és alaposan leteremtette iszákos unokáját. Nem tudom, hogy mit mondhatott neki, de az biztos, hogy a király ezek után nem ivott többet alkoholt, esetleg egy-két korsó sör csúszott le a torkán. Az eset után Károly az ivászat helyett inkább a háborúzással foglalkozott. Ez ugye egy király számára sem életbiztosítás, így mindössze 36 éves korában Friedrichshafen ostrománál nem az alkohol, hanem egy ki tudja, hogy honnan és ki által leadott fejlövés vetett véget eseménydús életének. A teljesség kedvéért megjegyezném, hogy forrásként Háner Péter újabb 100 történelmi téfi című könyvét és a Wikipédiát használtam föl.